Idei sorrendben 5. szabadkai nemzetközi gazdasági vásáron 6 ország 200 cége mutatja be termékeit a nagyközönségnek. A rendezvény a Szabadkai Piacok Közvállalat, a Körzeti Gazdasági Kamara és a Szabadkai Önkormányzat szervezésében jött létre, forrónak is mondható hangulatban. Az ünnepi beszédek során Sztyepán Mikolcsics, a horvát mezőgazdasági minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy országa 40 vállalattal képviselteti magát a szabadkai vásáron. Azt is elmondta, hogy Horvátország összkivitelének valamivel több mint 7%-a a szerb piacon kerül értékesítése, ezzel Szerbia Horvátország számára a 4. helyen szereplő legjelentősebb külföldi piaca. Nikovics Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete arról biztosította a jelenlévőket, hogy Magyarország nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is segíteni kívánja Szerbiát az EU-ba felé vezető úton. Azt látjuk, hogy évről évre több a résztvevő a szabadkai vásáron, és évről évre ezek között több a magyar képviselő, magyar vállalat. Magyarország 5 éve a szabadkai vásár kezdete óta nagy hangsúlyt fektet a részvételre. Sajnálatos, hogy a gazdasági kapcsolatok a potenciál mögött és nem mögött a magas színvonalú politikai együttműködés mögött jócskán elmaradnak. Célunk tehát világos, a gazdasági kapcsolatokat föl kell emelni ugyanarra a szintre, és ennek egyik legjobb eszköze a természetesen a politikai támogatás mellett az, hogy Szerbiát a gazdasági téren is hozzásegítsük európai integrációjához. A szabadkai vásár részvevőihez és a látogatókhoz szólt a tartományi kormány alelnöke is. Pásztor István gazdaságügyi titkár arról biztosította a jelenlévőket, hogy a tartomány nem csak a szabadkaihoz hasonló regionális, vagy az újvidékihez hasonló nemzetközi vásárokat támogatja, hanem az olyanokat is, mint amilyen a szeptember elején sorra kerülő és helyi jellegűnek minősülő topolyai vásárt is. Az elmúlt 20 évben másfajta történelmi utat futottunk be, de értékeink szempontjából, értékrendünk szempontjából ahhoz a nagy közösséghez kapaszkodunk, ami most ebben a pillanatban Európa fejlettebb része. Ilyen vonatkozásban is a vásár fontos. Az 5 napos rendezvény során számos előadáson, szemináriumon és projektbemutatón vehetnek részt az érdeklődők. Sok egyéb mellett számos IPA programról is előadást tartanak hazai és külföldi szakemberek. A szombaton záruló vásárra a belépés ingyenes.